Egyértelműen a bemaradás a célja a csapatnak. Utána különböző stratégiákat dolgoztunk ki. Ugye erre van rövid távú és hosszú távú is. A rövid távú az, hogy ugye alakítsunk ki egy olyan magot, aki bent tud maradni, illetve a következő évet rá lehet építeni, és az fiatalabb játékosokat esetleg igazolni, és akik úgy teljesítettek, azokat megtartani és rájuk építeni. Tehát nem arról van szó, hogy most aki rosszul teljesített és 33 éves vagy 32, azt elküldjük, ha jó teljesített, akkor maradjon itt. Csak ezért mégis teljesítményi kell, és hát kellene magyar piac is ahhoz, hogy egyáltalán tudjunk hozni, vagy ki tudjuk cserélni, mert hol van az a magyar játékos, aki mondjuk a Böde Danit kiszorítja egyelőre. Én nem látom azt a magyar fiatal centert, aki a Danit 33 évesen ki tudja szorítani. Egy kis fény érkezett az utolsó két fordulóban a kieséstől fenyegető pozícióba sodorodott NB1-es paksi focisták számára. Három vereség és egy döntetlen után jött a MOL-Fehérvár elleni 2-0-ás idegenbeli győzelem, majd az ősz meglepetés csapata a harmadik mezőköves legyőzése otthon a zárófordulóban. Ezek az eredmények megerősítették abban a PFC vezetését, hogy a csapat vezető edzője, az addig utánpótlás szakágvezető, paksi származású, ott nevelkedő Ostermayer Gábor maradjon jövő nyárig a szakvezető. Vele harcolja ki a PFC a bentmaradást. Az elsődleges az, hogy olyan pozíciókra igazolni, amivel egy jó vázat kiépíteni a csapatnak. Utána jön az edzőnek a munkája, hogy megmutassa, hogy mit kéne előrefele játszanunk, milyen szisztémában, milyen rendszerben, milyen stílusban, és akkor utána pedig az egyéni, az, hogy Böde Dani meg tudja mutatni a játékát, amit már évek óta csinál, és ugye már meg is mutatta, illetve Könyves Norbén a szélén, tehát hogy igazából mindenki a saját munkáját tudja, és ezt rendszerbe dolgozva meg tudjuk, ki tudjuk alakítani. Büszkék arra, hogy Böde mellett az egyik meghatározó csatár éppen Hán János, a csak magyarokat foglalkoztató együttesben, aki már tavaly berobbant a hazai élvonalba. Ígéri, ha több jó labdát kap a középpályásoktól, az őszi 4 gólnál tavasszal még többre lesz képes. Nyilván egy rendkívüli védőt is szívesen várunk, de úgy gondolom, hogy nem feltétlen az elsődleges. Minden téren nyilván fejlődünk el, de az elsődleges a támadó szekció megerősítése. Az őszi gyengé produkció hatására két játékostól, Fejestől és a magyar felmenőkkel bíró Remilitől megvált a klub. És annak ellenére, hogy sok gólt kaptak ősszel, nem védőt akarnak szerződtetni, hanem támadó középpályásokat és versenyhelyzetet teremtendő csatárt is szívesen látnának a keretbe. Van nálunk is tehetséges gyerek, ugye a kis Szendre jön nálunk egy fél éve, újhegynyire van attól, hogy bemutatkozzon NB1-be, 16 éves gyerekről beszélünk, de nézegetünk más fiatal játékosokat, nyilván akik NB2-be játszanak. A Paks a 10. helyről várja a közelgő bajnoki folytatást. Január 25-én mindjárt a Ferencváros lesz az első ellenfél idegenben az új évben.